Ezt a zenét a Millás reggeli saját zenei válogatásából játszottuk. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Megfigyelések szerint egy nap mobiltól való elzárás komoly elvonási tünetekkel jár. Ezért az állami mobilegészségügy és cellorvosi szolgálat utasítására növelni kell az információs adagot. Mobilózis. A Millás reggeli mobilos dózisa. Csak semmi pánik. Itt az újabb adag. A rovat támogatója a Bravofon Kft. A mobil nagyker. Hát én már azon meglepődtem, hogy milyen technológiák vannak még. Az, hogy kivezeti őket jövő év elején a Vodafone, ez egy valószínűleg egy józan döntés. Na de hogy én például, hogy VAP, például, hát ezt el nem tudtam volna képzelni. Még fél perc előtt belekezdünk, megnéztem egyébként a kígyós játékot a Nokia-ra, egy Taneli Armanto nevű facák fejlesztette 1997-ben jelent meg a Nokia 6110-esen, úgyhogy nem magyar fejlesztője volt, valamit félreértettem ott. Viszont na, itt nézzük van ezeket a kövületeket. Mi az, ami még jelen van a múltból technológiaként, és most kivezetésre kerül. Mindezt megbeszéljük Kolyi Tamással, a HVSV.hu szakírójával, aki, ha minden igaz, itt van a telefonvonalunk túlsó végén. Szia, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! No, hát valóban említetted az egyik szolgáltatást, amit a Vodafone jövő februárban, illetve jövő januárban, jövő január és február között kivezet a kínálatából. Ez ugye a VAP, amit talán még azok, akik az előző évezredben születtek, valamennyire még hírből ismernek, vagy hallottak, és a mobiltelefonja kezdetén ott voltak. Ugye mindenkinek az operátor logók jutnak eszébe erről, meg a csengő hangletöltögetések, meg ezek a nagyon kezdetleges, nagyon egyszerű weboldalak, amik ugye hát ilyen mobiltelefonok, az akkori mobiltelefonok, amit említette például ezt a Nokia-t is, Nokia 3310-es klasszikus telefonok, amik ilyen első VAP-képes készülékek voltak, ezek ugye nem voltak képesek megjeleníteni a semmilyen formában az akkori weboldalakat, és hát akkor született ez a VAP protokoll, ami gyakorlatilag ezt, hogy is mondjam, így lebutított az internetes tartalmat, vagy bizonyos internetes tartalmakat, és akkor lehetett ezeket böngészni nagyon kezdetleges módon a készülékeken. És hát igen, ma már kihasználja ezt, azt gondolnád, hogy tényleg senki nincsen, aki ilyen szolgáltatást igénybe vesz, és valójában ez valószínűleg így is van. Azt azért látni kell, hogy a mobil szolgáltatóknak a portfóliójában nagyon-nagyon sok olyan szolgáltatás van, amit ugye nem tesznek ki a weboldalon, nem látszik a díjcsomagok között. Felmész egy mondjuk a Vodafone-nak a weboldalára, akkor látod, hogy van 4-5 lakossági, meg ugyanennyi üzleti díjcsomagjuk, meg néhány extra kiegészítő szolgáltatásuk, de valójában ennél lényegesen több olyan szolgáltatás is szerepel még a kínálatban, amik így megmaradtak így gyakorlatilag. Azért, mert nem kér enni, azért, mert még használják pár tízezren vagy pár százezren, nem csak a VAP ilyen egyébként, hanem említetted az e-mail szolgáltatást is, amivel kapcsolatban azért van egy kis felzúdulás most néhány ügyfél esetében, hiszen ugye ezeket a szolgáltatói e-maileket, amiket mondjuk lehet, hogy valaki évtizedekkel ezelőtt beregisztrált, és ezzel nagyon sok helyre mondjuk belógolt, vagy beregisztrált más szolgáltatásokba, azt most elveszi a Vodafone. Hát ez mondhatjuk azt, hogy nem szép dolog. Ugyanakkor ma már azért rendelkezésre állnak olyan ingyenes szolgáltatások, amiket sokkal inkább érdemes használni ezeknél a szolgáltatói e-mail fiókoknál. De ezt nem tudom, csak a macera miatt. A macera miatt, igen, valószínűleg. Át kell hát állítani, ilyen, sőt, fel kell kutatni, hogy hol van egyáltalán beregisztrálva ezekkel a kövület e-mail címekkel. Néhány ezer, maximum néhány tízezer ügyfélnek most ad egy kis plusz feladatot. Egyébként a Vodafone esetében két külön dologról beszélünk. Ugye a Vodamail, illetve az e-mail szolgáltatás az két különböző szolgáltatás. Viszonylag kevés előfizető használja, hiszen ugye a mobil szolgáltatónál korábban viszonylag kevesen kértek e-mail címet. Ami kicsit problémásabb, hogy ugye a Vodafone által felvásárolt UPC-nek is ott van az e-mail szolgáltatása, a upcmail.hu végződésű e-mail.
amik majd márciusban szűnnek meg, vagy márciusban kénytelen a Vodafone kikapcsolni ezeket a fiókokat, mivel ugye itt a UPC márkanév használati jogok lejárnak, és egyszerűen nem tett más a szolgáltató, nem tudja tovább biztosítani ezt a domént az ügyfeleknek. Tehát, hogy itt főleg szerintem inkább ők lesznek azok az e-mailt használó, a szolgáltató e-mailt használó ügyfelek, akik emiatt mondjuk úgy, hogy érdeksérelem éri őket. Az, hogy a VAP megszűnik, az, hogy a videóhívás funkció megszűnik. Tudtátok, hogy lehetett videóhívást kezdeményezni a mobiltelefonokra régen? Hányan használták ezt a szolgáltatást? Egyébként ez a 3G-s bevezetés során, amikor a 3G-s hálózatok megjelentek Magyarországon, ez ilyen 2005-2006 tájéken tehető, akkor azt gondolták a mobilszolgáltatók, hogy majd ez lesz a killer app, hogy majd mindenki videótelefonálni fog a mobiljával, és meg is jelentek ugye az első olyan akkor még eléggé bőszmert telefonok, amiknek ugye az előlapján volt ilyen nagyon nagy kamera, majdnem nagyobb volt, mint a kijelző. De hát aztán, hogy nem ez jött be, sőt, ugye ma már minden magára valamit is adó chat platform képes videóhívásra, a Skype-tól kezdve a Messengeren át gyakorlatilag bármire, tehát ezek mert tényleg kinek van szüksége szolgáltatói videóhívásra. Illetve a hangposta is megszűnik, a hangposta szolgáltatás is megszűnik a Vodafone-nál. Ez is egy kicsit talán olyan szolgáltatásnak tekinthető, ami akkor még jó volt, amikor ugye nem volt országos lefedettsége az operátoroknak, és akkor mondjuk, ha olyan területen voltál, ahol éppen nem voltál elérhető, akkor hagyhattak neked üzenetet. Szerintem ma már hónapja ennek... kaptam egyet, és lövésem nincs, hogy kéne behatolni. De ugye tehát, hogy eleve az, hogy még nagyjából felhívod a hangpostát, tehát addig még eljut, de hogy akkor írja be a 4-jegyű kódját, és akkor mi az a 4-jegyű kód? És akkor mire elpötyöksz a rendszerben az automatába addig, hogy lehallgatod az üzenetet, addig eltelt 5 perc, és akkor lehet, hogy csak annyi volt az üzenet, hogy valaki igen, susmorgás, és utána leteszi a telefont. Igen. És ezért 5 percig te a mobilodat nyomkodtad, hogy ezt eljeld ezt a sorsmagást. Tehát ez sem egy, hogy is mondjam, életszerű szolgáltatás manapság. Én azért még tudnék olyat mondani, amit nem vezetnek ki, és igazából nagy szükség nincs rá, de nyilván még származik bevétele a szolgáltatónak belőle. Ilyen például az MMS, ugye ez is egy hungarikum, magyar találmány, és nagyon büszkék voltak rá annó, azt hiszem talán még a Vestel 900-nál vezették ezt be elsőként Magyarországon, hogy ez milyen jó, meg az SMS-t ezt mennyire jó kiegészíti. Hát nem lett egy világsiker, cserébe viszont nagyon drága a mai napig, és vannak még, akik használják. De ez a baj lehet, az nem a VAP-on keresztül közlekedik? Vagy ez egy külön cucc? Nem, az MMS az egy más technológia. Nem. Részben adatot használ, nem akarnék nagyon belemenni a hátterébe, de azt külön kell választani a VAP-tól. Képzeljétek el, hogy írta... Hogy még vannak VAP oldalak, tehát ha lenne egy olyan telefonom, egy ilyen régi, akkor én találnék egy ilyen... Biztos, hogy benne, ha más nem, akkor valami retro gyűjtő, hanem nem is feltétlenül Magyarországon, de biztos, hogy üzemeltet valahol olyan oldalt, ahol lehet, hogy a telefonodon már nem tudod megnézni az oldalt, de mondjuk egy internet böngészőben még így... Egy emulátorral lehet, hogy van a Chrome-nak egy VAP emulátor, amin meg lehet nézni. Szóval azt mondja, hogy nekem a VAP, bár ismerem a szót, teljesen kimaradt, és tulajdonképpen most se tudom, hogy mi az, mondja a kedves hallgató. Ez a vezeték nélküli adatátvitel egy ilyen nemzetközi szabványa, a Wireless Application Protocol. Meg lehet nézni, hogy igen, hogy működik. Igen, jól mondta Tamás, ugye, hogy az internetes oldalakat nem tudták megnyitni, ugye a mobilok nem voltak ennyire fejlettek, meg a felbontás, meg minden egyéb problémájuk volt, és ugye külön kellett gyakorlatilag mobilon olvasható weboldalakat létrehozni. Ezek voltak a VAP oldalak, amik hát sokszor, igen, nagyon kevés grafikával, főleg linkekkel, igen, és szöveggel operáltak és jelentek, igen, meg. Szóval ezek kivezetésre kerülnek, közben azon gondolkodtam, hogy, és te meg is válaszoltad, hogy hány felhasználója lehetett a Vodamailnek, mert hogy nyilván a szolgáltató megtehetné azt, hogy kipörgeti valamelyik ilyen ingyenes e-mail felületre úgy, hogy maradjon az e-mail cím, vagy egy ilyen céges verzióval, és akkor tudnák használni az ügyfelek, de hát gondolom, hogy nem olyan sokan vannak, hogy azt nem érezték akkor a problémának.
Hát egyrészt igen, meg nyilván ennek is költségei vannak, ez egy ingyenes szolgáltatás, ha jól tudom, tehát azért lehet, hogy a Vodafone-nak fel kell vállalni azt, hogy úgy döntöttek, hogy inkább felvállalják azt, hogy lesz néhány elégedetlen felhasználó, cserébe megspórolnak havonta, nem tudom én, hány tízezer, vagy százezer, vagy akár millió forintot az üzemeltetésből, és ennyi. Tehát igazából ezek nagyon racionális üzleti döntések, mindig van a mérlegnek kinyelve. Persze. És ha kijön a matek, akkor, ha úgy jön ki a matek, akkor szemben is nélkül elkaszálják a adott szolgáltatást. Hát persze, nyilván, hát a Google-nél is látjuk, hogy mi történt itt a háttérrel, illetve a képek feltöltésével. A Vapról írtam szakdogát 2000-ben, elég menő voltam, amikor Nokia 7110-esen mutattam be, írja a kedves hallgatók, úgyhogy óriási vapos beszélgetés lett, és csak egy mondatba beszéljünk már arról akkor, hogy az elavult technológiákkal szemben, itt van ugye a magyar szolgáltatók 5G hálózatai, volt az Uklának ugye ők a birtokosai a speedtest.net-nek, és volt egy ilyen vizsgálat felmérés, ami alapján azt nézték meg, hogy hányan használják ezeket a hálózatokat, és hát így, ezek az autó hiperstrádák, ezek konganak az ürességtől. Egyelőre igen, valóban, tehát azt mutatják a számok, és Magyarország is benne van ebben a statisztikában, amit az Ukla kiadott azt hiszem a múlt héten, hogy hát szép, nagyon gyorsak ezek az 5G hálózatok Magyarországon, azt hiszem benne vagyunk a top 10-ben a világon, a sebességi rangsorban, de hogy a kihasználtság az ilyen 1% alatti, nyilván ennek oka van, két oka lehet, az egyik az, hogy ezeknek a hálózatoknak a lefedettség, az elérése még nagyon-nagyon szűkös, tehát alig néhány helyen lehet szigetszerűen elérni ezeket, vagy csatlakozni ezekhez az 5G-s hálózatokhoz. A másik pedig az, hogy nagyon kevés olyan készülék van a felhasználók birtokában, amelyek 5G képesek. Ugye most, hogy az Apple az iPhone 12-vel gyakorlatilag teljes 5G-only módba váltott, így most valószínűleg azért változni fog ez a penetráció, hiszen hogyha valaki mondjuk egy új iPhone-t vesz idén vagy jövőre, akkor ő már csak, illetve ha az új generációs, a legújabb generációt akarja megvenni, akkor ő már csak 5G-s készüléket vehet, és azért elég sok gyártó kínálatában jelennek meg az 5G-s telefonok, illetve a hálózatok lefedettsége is bővül. Nyilván egyelőre nem ad plusz sok hozzáadott értéket az 5G csatlakozás, ezt azért látni lehet, de ez kicsit olyan, hogy visszautaljak régi technológiákra. Ugye, amikor az SMS szolgáltatást bevezették a 90-es évek közepén, második felében a szolgáltatók, akkor eleinte senki nem használt SMS-t, mert nem tudták, hogy miért kéne nekik azt használniuk, és ez mire jó ez az egész, és miért lenne jó. És látjátok, hogy hova jutott azóta a világ, hogy még mindig itt van velünk az SMS, és még mindig a meghatározó szöveges kommunikációs platform. Egyszer be fog robbanni az 5G is valamikor a közeli jövőben, én azt gondolom, meg kell hozzá találni a use case-t, és pörögni fog. És működni fog. Jó, oké. Hát nagyon szépen köszönjük, izgalmas beszélgetés volt, és jó pofa. Közben jelentkezett még egy hallgató, aki VAB-ból írta a diplomamunkáját 2001-ben. Hát akkor egész akkor komoly szubkultúrája van. Abszolút, óriási. Oké, nagyon szépen köszönjük, Tamás. Köszönjük szépen, Tamás. Én köszönöm a lehetőséget. Jó munkát, szia. Kori Tamással, a hvsv.hu szakírójával beszélgettünk ilyen, hát megcsontosodott és kivezetésre kerülő mobil technológiákról. Hát azt hiszem ez a VAP, ez mindent vitt, és igen, sokunkat és meg is kaptuk. VAP-VAP-SUAP-PAP. VAP-SUAP. Mobilózis. A Millás reggeli mobilos rovata hangzott el. Heti dózis, hogy lenne merő. A rovat támogatója a Bravofon Kft., a mobil nagyker. Na, hát szerda van, tehát az azt jelenti, hogy szuper zöld rovatunk jön majd Czoller Andi hírei után. Egy nagyon érdekes és üdvözlendő kezdeményezésről fogunk beszélni. A Főkert ugyanis sózás helyett zeolittal dolgozik ezen a télen már. Ugye jó hírben az a rossz hír, hogy ez a fővárosi útszakaszokat ugye nem érinti, mert az nem a Főkertnek a dolga, ők csak a parkokat, meg ezeket a közterületeket
mondjuk úgy, hogy sózzák, mert az ige az mégis megmarad így, vagy zeolitozzák talán így, de hogy miért jobb ez egyébként, mint a sózás, erről fogunk beszélgetni, hogy mi ez, hogy működik, miért jobb, és hogy lehetne bevezetni azt, hogy mindenhol ezt a technológiát használjuk, és ne az egyébként igen kártékony sózás. Csarkadi Péterrel, a greenfo.hu főszerkesztőjével. Egy régi kedves ismerős itt a Millás reggeliben. Igen. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám.